hozta a várható nézőszámot, sőt, annál többet is Örkény István Tóték című darabjának egyik új, ötszereplős feldolgozása. A nézőtéren összegyűlő mintegy 200 fős publikum érkezését a darab szereplői már a színpadon kedves várták. Jó ebédhez szól a Nóta című összeállításunk következik. Előadja ifjabb Cene Zoltán és népi zenekara. A Szegedi Pince Színház otthon is teltházzal játszotta az abszurd humor emeremekét. Cene Zoltán rendező szerint a sikertitka egyszerű, hiszen Örkény olyan témát vett fel, ami ma is aktuális. Mindig aktuális és mindig az marad. Arról van szó, hogy hogyan lesz egy ember nyomorék, erkölcsi és pszichés értelemben. És ez minden korban, minden politikai, társadalmi szituációban érvényes. Nem csak a háborútól nyomorodik meg az ember, hanem ember-ember közötti kapcsolattól, viszonytól is. És képzeljük, őrnagy urunk elfogadta a meghívást. Gondolhatják, hogy ez mit jelent nekem? A második világháború hátországában játszódó tragikomédia a vidéken élő tűzoltóparancsnok családja és a hozzájuk betegszabadságra látogató őrnagy különleges kapcsolatát mutatja be. Az előadás szereplőit zseniálisan ábrázolja művében az író, tipizálva a figurákat, a joviális tűzoltóparancsnok, az aggódó óvó feleség, anya, a nővé érő húg, a részeges postás és az ideggyenge őrnagy figuráját. Az előadás amellett, hogy épített a jól bevált elemekre, a rendező kísérletező kedvére. Tulajdonképpen ez egy hatát. Ötszereplős változata a Tótéknak, Radnóti Zsuzsa Örkény István özvegye hozzájárulásával egy ötszereplős változatot játszik a Szegedi Pince Színház. És hát talán attól a végén, az előadás végén van egy rendezői lábjegyzet, ez derüljön ki az előadásból, hogy mi ez, és talán attól is izgalmas, hogy mind az öt színész végig bent van a játéktérben, tehát nem mennek ki. Valósággal megnyugtatja, benyújtok, az halálunk bőven.